Két másodperc az indítástól, és a rendőrségi drón már el is tűnt a kamera látószögéből. Az elektromos légieszköz akár fél órán keresztül is képes egy töltéssel a levegőben maradni, és ez idő alatt 8 kilométeres hatótávot lehet vele megtenni. A rendőrség erre kiképzett szakembere precíz mozdulatokkal tűpontosan irányítja a néhány kilós légijárművet. A földi távirányító hatalmas felbontású képet jelenít meg, sőt a gépre szerelt kamera közelíteni is képes. Így nem csak a rendszám, hanem az is tisztán látható, ha egy sofőr nem használja a biztonsági övet. Ezen a héten van folyamatban a Road Pole Seatbelt elnevezésű fokozott közlekedés rendészeti ellenőrzés, amelynek során alapvetően kollégáim most a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzi. Legfontosabb ugye a biztonsági öv használata, a gyermekülés és a bukós isak ezekben a napokban. Ezt nézik drónnal, valamint személyesen is a kollégáim. Szekszárd másik pontján ugyanekkor pedig hagyományos, megállítós módszerrel ellenőriztek a rendőrök. Bőven volt munkájuk. A héten Tolnavár megyében már több mint 350 alkalommal kellett helyszíni bírságot kiszabniuk. Ezen a helyszínen állunk, és szekszárdi kollégáinktól tudjuk, hogy csak ők, az ők négyes csoportjuk a mai napon reggel 7 órától mostanáig 21 olyan szabálysértővel szemben járt el, akik a biztonsági övüket nem használták. A napokban folyamatos ellenőrzésre számíthat minden Tolnavár megyében közlekedő, mivel kollégáim nézni fogják a biztonsági öv használatát, a gyermekülés használatát, illetve azok, akik motorral közlekednek, a bukósisok használatát. Itt szeretnénk felhívni a figyelmét minden közlekedőnek arra, hogy a biztonsági öv használata nem egy lehetőség az autóvezetők, illetve utasaik számára, hanem mindenki számára kötelezettség. A drónos és a megállítós ellenőrzések Tolnavár megyében ezentúl is folyamatosak lesznek, ezért a rendőrség azt kéri, hogy aki közúti forgalomban vesz részt, tartsa be a szabályokat.